A Réber gyűjtemény részeként Réber László grafikus rajzai, híres mese illusztrációi tekinthetők meg a Hetet Hét Játék Múzeum állandó kiállításán. Ehhez kapcsolódott Szűcs Erzsébet művészettörténész előadása, akitől Dömdödöm és társaik története mellett számos érdekességet hallhattak az érdeklődők a 2006-ban elhunyt Kossuth Díjas íróról, Lázár Ervinről, illetve Réber László grafikus művészről, valamint közös munkáikról. Kortalanok. Ez a legfontosabb számomra, hiszen 60 évesek, 50 évesek a rajzok, és nem vesztették el sem az erejüket, sem a humorukat, és sem a kreativitásukat. Úgyhogy ez a legfontosabb számomra, hogy ma is ugyanazt jelentik, mint mondjuk amikor én a gyerekeimnek olvastam. A négyszögletű kerekerdő című mese 1985-ben született meg, de közel 40 év után is sokak kedvence. Készülésnél fedeztem fel, hogy a Nagy Zoárba, a lépegető fenyőfába Réber László magát rajzolta meg. Tehát vannak az ilyen felkészülésnek érdemei. A másik az, hogy a felkészülés során vált nekem világos-e az, hogy a Vacska Mati az Vati Zsuzsa, a Lázár Ervin felesége. És hát ezek a karakterek így még élőbbé válnak. A Hetet Hét Játék Múzeum Réber gyűjteménye továbbra is megtekinthető a Hímerházban működő intézményben.